Köszöntöm nézőinket! Önök Pálya című műsorunkat látják, benne Baranya és Tolna megye legfrissebb sporthíreivel. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Nem változott a 10 évvel ezelőtt lefektetett cél a kalocsai férfi kézilabdában, megmaradni az MB2-ben élcsapatként, mégpedig oly módon, hogy a gárda 90%-ban saját utánpótlására építsen. Ehhez kellett egy rutinos, nagy tapasztalatú és felettébb motivált edző, akit Kolics János személyében meg is találtak. A Dunafer korábbi élvonalbeli és a még MB1-bés Dunaföldvár edzője szavatartó embernek bizonyult új állomás helyén. Saját téglából építkezve lett az MB2 egyik meghatározó csapata, a Kalocsa, mely már többször megnyerte a Kolics korszakban a bajnokságot, most is erre készül, de feljutni az MB1-bébe most sem akar. Annak ellenére, hogy a kalocsai férfi kézilabda csapat nem tervezi az NB1B-be való feljutást, a bajnokságot ugyanúgy meg szeretné nyerni a harmadik vonalban, mint azt az elmúlt évtizedben tette többször is. Az egykori dunaföldvári, majd dunaújvárosi élvonalbeli sikeredző büszke arra, hogy kalocsai érkezésével sikerült egy saját nevelésű játékosokból építkező MB2-es élcsapatot összerakni a városban, amely meg tudott előzni olyan csapatokat, amelyek más, mondhatni jobb anyagi kondíciókkal máshonnan érkező kész játékosokra építenek elsősorban. Továbbra is azt a szempontot tartjuk szem előtt, hogy kalocsaiakból, saját nevelésből, alulról építkezve próbáljunk az MB2 élvonalából ott lenni. Az elmúlt 10 évben szinte minden évben dobogósok, másodikok, elsők, harmadikak voltunk, és ez önmagáért beszél. A három másik feljutást tervező csapat dolgát szeretné mindenképpen megnehezíteni a Kalocsa. Úgy is mondhatnánk, ha nem is tudja megnyerni az éppen aktuális bajnokságot, de a mérleg nyelve szerepét mindenképpen ők szeretnék betölteni. Aki feltétlenül fel szeretne jutni, az a Holler, a Mecsek-Tádasd és a Nagykanizsa. Mi ezeknek a csapatoknak a dolgát próbáljuk megnehezíteni, minél jobban rájuk ragadni, és ott a dobogó környékét megszerezni. Kolics János, ha nem kapja el 10 évvel ezelőtt egy súlyos élethelyzetére is jelentős kihatással bíró betegség, minden bizonnyal az élvonalban, de legalábbis az NB1B-ben edzősködne ma is. Azt mondja, nincs hiányérzete emiatt, mert abban a szerepkörben is nagyon jól érzi magát, amire Kalocsán annó felkérték, amit meg is valósított már, meg egyébként is a reflektorfényből játékosként, edzőként is jócskán kijutott neki, volt része benne. 10 évvel ezelőtt egy súlyos betegségbe beleestem, 1 évet ki kellett hagynom. Tulajdonképpen ez a kalocsai kézilabda ajándékként jött, levezetésként, amit nagyon élvezek, és minden pillanatát ugyanúgy élem át, mint mikor az MU1-es padon kellett ülnöm. Határozott célja olyan játékosokat felépíteni, akik magasabb osztályban is megállják majd a helyüket. MB2-ből ilyen szintű játékosokat nagyon nehéz felépíteni, de minél jobb játékosokat akarok képezni, és törekszem a minél precízebb, pontosabb és minőségibb munkára. Lépés előnyben momentán a Dunaföldvár, hisz úgy vezet 1 ponttal a bajnokságban a Kalocsa előtt, hogy a rivális 1 meccsel többet játszott. De tekintettel a nagy-nagy küzdelemre, ennek a folytatás előtt nincs különösebb jelentősége. Az elmúlt évek sikerei után lecsúszott a dobogóról, az ősszel a bajnokság félbeszakításáig meglehetősen rapszodikusan szereplő Bonyhád Völcség labdarúgó klub. A csapat kerete elég erős ahhoz, hogy újra a megyei első osztályú bajnokság megnyerése legyen a cél, ám a ponthátrány eléggé jelentős ahhoz, hogy ez már tavasszal teljesüljön. Minden esetre a feladatra kiszemelt új edzőtől azt várják, hogy adjon új impulzusokat, beépítse a csapatba a már korábban epizód szerepeket kapott fiatalokat, miközben rázza fel a gyengébb teljesítményt nyújtó alapembereket minden csapatrészben, akikre a Szekszárdról érkező tapasztalt edző Dienes Pál mindenképpen számít.
Dienes Pál a szekszárdi futball rendszerváltozás utáni történetének egyik, hanem a legsikeresebb edzője, aki veretlenségi rekordot állított fel a 2000-es évek elején, bravúr győzelmeket aratva elvitte a Magyar Kupában az országos főtábláig a szekszárdot, vészhelyzetekből indulva többször is bentartotta a csapatot. Most éppen 2020 őszén nem a napos oldalon volt. Tudomásul vette, hogy az őszi teljesítmény a 18. egyben már kieső hely elfogadhatatlan, és a vezetés néhány fordulóval az őszi idény zárása, illetve már a tavasz idény megkezdése előtt az ő leváltása mellett döntött. Én úgy gondolom, hogyha a téli időszakban tudnak igazolni 3-4-5 játékost, akkor komoly szansz van arra, hogy bent maradjon a csapat, egyébként nagyon nehéz helyzetben vannak. Az új edző, a pécsi Turi Zsolt, a saját útját járja, ami Szentlőrincen már bejött neki, nem kérte DNS tanácsait a kiút megtalálásához. Személyesen nem ismerem, nem is beszéltem vele, de úgy gondolom, hogy akik maradtak játékosok, pályaedző, kapusedző vele meg tudja beszélni, hogy hogyan tovább. Dienes Pál útja Bonyhádra vezetett, a BVLC, a Tolna megyei első osztály élcsapata, ugyanis a tavaly előtti bajnok válságban van, sorra bukta el meccseit, nem csak a rangadókat, a papírforma győzelmek is elmaradtak. Miután Kőlő Roland edző más elfoglaltsága miatt is lemondott. Dienesnek kellene rendbe raknia a továbbra is jó erőkből álló, a fiatalok és a rutinos játékosok jó egyvelegét alkotó csapatot, amely lecsúszott a dobogóról 5. és jelentős ponthátrányba került a Gerjennel, a Bátaszékkel és a Tamásival szemben. Dienes Pál Dunaszentgyörgyön, Bátaszéken oldott meg már hasonló feladatot edzői pályafutása során. Az új edző úgy látja a teljesítmény visszaesést, az eredménytelenséget, az is befolyásolhatta, hogy a Bonyhád az új sportlétesítmény építési munkálatai miatt nem otthon játszott és edzett, hanem Mázaszászváron. Azért persze szakmai okot is felfedezett, amit majd neki kell tudni megoldania. Idegenbe készült, úgy gondolom azért ez megtörte a csapatot, visszatérve arra, hogy azok a játékosok, akik az elmúlt 10-15 évben húzó emberek voltak, nyilván azok idősödtek, generációt kell cserélni meg. De nem ajtóstól, ablakostól akar nekiállni ennek DNS. Szőcs a védelemben, Máté Róbert a középpályán, Pap Roland elől, az ő kezdő 11-ben is ott van. Ők mindenképp húzó emberek, úgy gondolom, mint játékban, mint az öltözőben. Bonyhádon nem is lehet más a cél, mindig a soron következő mérkőzést meg kell nyerni. Szeretnénk olyan csapatot formálni, amely közönségcsalogató, sok gólt hoz, és lehet, hogy a gólok száma úgy alakuljon, hogy a mi csapatunk nyerjen. Hát ehhez mindjárt az őszi utolsó meccsünk rangadó is volt, a Gerjennel szembe, hát az a része sikerült, hogy sok gólt hozzon, hiszen 3-2-re kaptunk ki, hát az előjelen szeretnénk változtatni. Persze nehézségek ide vagy oda, klubvezetői és szurkolói elvárás, hogy a Bonyhádnak 6. ha szakad, ott kell lennie a dobogón a végelszámolásban. Fontos hazai és nemzetközi versenyek maradtak el, köztük jó néhány Európa és világbajnokság is a legtöbb sportágban. Persze az országos bajnokságokat előbb vagy utóbb megrendezték, így az év legjobb sportolóinak megválasztásakor nemzetközi eredmények hiányában ezek a versenyek rangsorolnak. Nos, e tekintetben Tolna megyében a Szekszárdi Sportközpont 20 éves középtávfutója büszkélkedhet a legjobb eredménnyel, illetve eredményekkel a többi élsportolóval való összevetésnél az olimpiai sportágakban. Főszámában a 3000 méteres akadályfutásban ugyanis felnőtt bajnoki ezüstérmes lett, és megnyerte ezt követően az országos bajnokságot a 10.000 méteres versenyszámban, szintén a felnőttek között. Szemerej Leventének, a tavalyi év legjobb magyar junior atlétájának egyik szemes hír a másik nevet éppen.
Mint a 3000 méteres akadályfutás magyar bajnoki címvédőjének, az idén ugyanis át kellett adnia a trónját a kecskemétiek üstökösként berobbant hosszú táv futójának, Palkovics Istvánnak, aki az OB-n és a Liga Kupa döntőjében le tudta győzni őt. Úgy, hogy ő is egyébként egyéni csúcsot futott. Borúra jött a közeli napokban a derű, amitől okkal mosolygós a Szekszárdi Sportközpont legkiválóbb atlétája. A 10.000 méteren a magyar felnőtt bajnokságon visszavágott Palkovicsnak. Egyéni csúcsot futott Levi, és a rá legveszélyesebb veszprémi atlétát 9.500 méter után faképnél hagyta a szekszárdi középtávfutó. 10.000 méteren felnőtt magyar bajnoki címet ünnepelhetett az U23-as korcsoportú középtávfutó. Egyébként 4,5 másodperccel volt gyorsabb Palkovicsnál, akinek egyébként eddig legalábbis a 10 kilométer volt a főszám. Palkovics Pistire mindig számítottam, így 5000 és 6000 méter után bementem, direkt meg magam elé engedtem, hogy majd amikor ő elindul, akkor majd egyből tudjak vele menni, de ez nem következett be. Így igazából most már csak az egyik maratonistára figyeltem, 8000-9000 méter körül a Csere Gáspárra. A gyorsaság ekkor már fontosabb volt, mint az állóképesség, az előbbiben Levi volt a jobb. Ott már mindenféleképpen a gyorsaság, mert ugye a maratonhoz nagyon nagy állóképesség kell. A 10.000 méter nagyon jól megfér a 3.000 akadály mellett, egy tavaszi, illetve őszi versenyre fel tudnak készülni edzőjével. Elé is tudnék olyan cikket szedni, amiben lenyilatkoztuk télen, hogy az idei évet arra szeretnénk beáldozni, hogy a Levinek a 10.000 méteres időeredménye javuljon. Megvizsgáltuk tavaly az Európa-bajnokság után, hogy mik azok a képességek, ami kell ahhoz, hogy akadályfutásba a felnőtt Európa-bajnokságra a szintet meg teljesíteni tudja. És arra jutottunk, hogy az összes egyéni csúcsa közül talán a összehasonlításképp a leggyengébb az a 10.000 méteres egyéni csúcsa volt. Úgyhogy mi az egész telet és a vírus alatti időszakot arra használtuk föl, hogy nagyon-nagyon sok hosszú résztávot csináltunk. Aminek meglett az eredménye, mert ebből a 3000 méter akadályon is profitált. Hisz ebben a versenyek nélküli pandémiás időszakban is tudta faragni a másodperceket Szemerei Levente. Azt mondja, ha nyár elején nem támadja meg az allergia, akkor szorosabb lett volna a 3000 akadályon a kecskeméti Palkovics Istvánnal az aranycsata a felnőtt OB-n. Június elején volt egy versenyem még Szerbiában, és már azelőtt egy héttel és azután kezdett el jobban az, hogy valami nem volt jó velem, és utána kiderült pár hétre rá, hogy allergiás vagyok, pár dologra, parlagfűre, meg több dologra, és akkor ott azután így augusztus közepén tudtam újra elkezdeni edzeni teljesen. Ott már a korosztályos országos bajnokságon már látszott, hogy kezdek visszatérni, és ott az országos bajnokságon meg majdnem egy egyéni csúcsot futottam akadályon, és 5000 méterre meg egyénit futottam. A rivalizálás pikantériája, hogy Palkovics felfedezője, edzője, a volt szekszárdi kiváló hosszú távfutó edző Németh Gyula, aki még itt Szekszárdon Szemereinek is elindította a pályáját. Sőt, Szemerei jelenlegi edzőjének, Szőke Gergőnek is a mestere volt Németh Gyula. Ebből a rivalizálásból a magyar atlétika mindenképpen profitál. Két nemzetközi szinten is produkálni képes középtávfutó a láthatáron, Szemerei a 3000 akadályon nem csak 9 percen belül akar teljesíteni már jövőre, hanem megfutná a felnőtt nemzetközi szintet, ami jelenleg 8 perc 40 másodperc körül van. Az utolsó versenyén már 20 másodpercet javított az idei legjobbján, úgyhogy Leventének nagyobb vágyai vannak, mint a 8-assal kezdődő akadály, tehát ő szeretne jövőre az utánpótlás Európa-bajnokságon éremért futni, hogyha már tavaly negyedik lett a junioron, akkor a korosztályváltás után meg szeretne egy nemzetközi érmet szerezni, illetve hát ő nem titkolja, tehát ő szeretne felnőtt nemzetközileg elismert versenyző lenni, úgyhogy szeretne esetleg majd egy Európa-bajnokságra, később világbajnokságra vagy olimpiára kijutni. Így Szemerei Levente látókörében már ott van a 2023-as felnőtt budapesti atlétikai világbajnokság is. Nem bánná, ha még Palkovicssal is meccselnie kellene a 3000 méter akadály, vagy éppen a 10.000 méter döntőjében. A
A HR-rend Kozár Michelin labdarúgó csapata a tavaszi 17 fordulóra racionalizálja erőforrásait, és a jövő gárdáját szeretné építeni. A csapattól 5-en távoznak, és egyelőre egy érkezője van az MB3-as együttesnek. Tavasszal több lehetőséget fognak kapni a fiatalok, akik így bizonyíthatják tehetségüket és képességeiket. Márkvárt Patrik, Ipacs Péter, Talabér Attila, Juhász László és Babinski Bence nélkül folytatja a szezont. A jelenleg az MB3-as bajnokság középcsoportjában a 7. helyen álló HR-rend Kozár Michelin labdarúgó csapata. Magyar Márk klubigazgató egy érkezőt jelentett be, ő Kónya Dávid, aki a 2019-20-as őszi szezonban 15 bajnoki mérkőzésen szerepelt az MB3-as csapatban és egy gólt szerzett. Teljesítményünk az sajnos elmaradt a vártól, ezért kértünk mindenkitől egy értékelést, én magam is értékeltem, a stáb is értékelt, illetve tulajdonos úrral a legvégén értékeltük, és talán ez a legfontosabb. Abban maradtunk, hogy olyan nagyon messze nem vagyunk a realitástól, illetve azt attól, amit minimális célkitűzésként a csapat elé kitűztünk. Az tényleg egy pár pontra vagyunk, tehát 17 mérkőzésünk lesz tavasszal, ez nem egy behozhatatlan hátrány, de tulajdonos úrral azt beszéltük meg, hogy lesznek bizonyos változások a keretben. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy azt kérte, hogy szűkítsünk egy kicsit a kereten, most nem lesz annyi hétközi mérkőzésünk, talán egy szűkebb rotációval tudunk dolgozni. Volt, akivel úgy is állapodtunk meg, hogy csak fél évig lesz velünk, ő azért távozott. Hát volt, akivel meg nehezebb volt az elvárás, mert évek óta itt volt, de úgy gondoltuk, hogy most egy kis vérfrissítésre szükség van. Egy új érkezőnk is van a távozók mellett, Kónya Kornél, aki focizott már nálunk. Most örülünk, hogy visszatért, korábban sem azért távozott, mert úgy véltük, hogy nem tud nekünk segíteni. Inkább akkor ő egy olyan mentális állapotban volt, amiben úgy ítéltük meg közösen, hogy most nem biztos, hogy ezt a terhelést és nyomást jól tudja kezelni. Viszont mindenképpen szeretnénk még érkezőket, tehát előrefelé mindenképpen keresünk egy olyan játékost, aki nem fél évre gondolja, hogy velünk tart, hanem akár hosszabb távon is el tudja itt képzelni magát, és mindenképpen minőséget jelent, tehát nem csak többen lennénk vele, hanem minőségileg is előrelépnénk, illetve ez szinte bármelyik csapat részre igaz lehet, hogyha egy olyan minőséget találunk a piacon, aki azt el tudja képzelni, hogy a következő szezonnak akár komolyabb célokkal, akár ugyanilyen komoly célokkal, tehát egy dobogó harcoló csapatban el tudja magát képzelni. Arra nyitottak vagyunk, fogunk tudni vele beszélni, és hogyha árérték arányban azt mondom, hogy egy jó játékos találunk, akkor szerintem rá még le fogunk csapni. A csapat tagjai karácsony előtt 150 000 forintot ajánlottak fel egy pécsi alapítványnak. A srácok szerencsére maguk is olyan beállítottságúak, hogy nyitottak erre. Úgy vélik, hogy ha ők kapnak valamit a közösségtől, akkor abból illik is visszaadni valamit. Tehát tényleg nagyon fontos, hogy ezt nem a klub erőltette rájuk, nem egy ilyen központi utasítás volt. Ők maguk ezt megszervezték, és a Pécsi Down Alapítványnak ajánlottak föl a keresetükből egy keveset, de nagyon örült az alapítvány a visszajelzésnek, tehát azt mondták, hogy nekik ez nagy segítség, és nyilván azért ilyenkor ez szívet melengető, és nekünk vezetőknek ez egy nagyon jó érzés tényleg, hogy ilyen csapatunk van, akik fontosnak vélik a társadalmi felelősségvállalást. Jelen a Richard együttese január 11-én 0. héttel kezdi a felkészülést, majd 19-től már elindul az igazi munka. A PMFC a foci világgal közösen a saját shopjában vásárolható minden egyes maszk árából felajánlott 500 forintot a Pécsi Gyermekklinika visszatérés alapítványának támogatására. Az akció során 500 000 forint gyűlt össze, melyből rögzítőket és egyéb sebészeti eszközöket vásárolnak a kis betegek gyorsabb felépülésének érdekében. Érkeznek a PMFC és a foci világ képviselői a gyermekklinikára. Nem jöttek üres kézzel, hiszen a Maszkoljunk Együtt elnevezésű közös akció során befolyt 500 000 forintot jelképező utalványt adják át. Az egészségügy az mindig egy olyan terület, ami fejlesztésre szorul. Úgyhogy azt gondolom, hogy most, hogy mi azáltal, hogy a gyerekeknek a lehetőségét megtesszük, és tudunk támogatni egy olyan ügyet, amivel a gyerekek gyógyulása felgyorsulhat, és ezáltal hatékonyabb is. Ez számunkra egy nagyon megfelelő támogatási lehetőség.
A PMSZ mindig is aktív volt, az év minden napján egyébként keresjük azokat a lehetőségeket, amikor nem csak a sportról szól a PMSZ működése, hanem arról is, hogy hol tudunk segíteni. Én azt gondolom, hogy foci világgal együtt most egy olyan akcióba fogtunk, és olyan akció zárult le, és ezáltal tudjuk támogatni a gyerekek gyógyulását, ami azt gondolom, hogy most itt az utóbbi időkben számunkra is egy nagyobb horderejű dolog volt, és egy hosszú távú. Ez a maszk, ez egy jelkép, most igazából egy kialakult helyzet van. Számomra egy kicsit még szürreális, és barátkozni kell azzal, hogy sajnos, hogy a hétköznapi életünkben ezt viselnünk kell. Én azt gondolom, hogy az viszont egy örömteli dolog, hogy minél több PMSZ-t és maszkot látunk. Úgyhogy nagy dicséret szurkolóknak, egyrészt a saját maguk és a társaik egészségének a figyelmére való tekintettel is, illetve azt, hogy részt vettek ebben a kezdeményezésben, és támogatták a PMSZ-t, a foci világot és a gyermekklinikát. Az akció lényege, hogy a PMFC shopban vásárolható, minden egyes maszk árából felajánlottak 500 forintot a Pécsi Gyermekklinika Visszatérés Alapítványának támogatására. A PMFC-vel közösen indítottunk egy szurkolók felé egy megkeresést, hogy ha már szükséges maszkot hordani, és a szükséges rosszat kössük össze egy hasznos és egy jótékony céllal, úgyhogy minden egyes eladott PMFC maszkból 500 forintot adományozunk a gyerekklinika részére, és erre volt egy felhívás a szurkolók felé, hogy jöjjenek, szurkoljanak a PMFC maszkban, vásárolják meg nálunk, és ebből a befolyt összegből egy részét a gyerekklinika adományozzuk. Hál' Isten 900 maszkot sikerült eladnunk ez idő alatt, és ennek az összegét tudtuk most átadni a doktor úrnak. A Visszatérés Alapítványt a Pécsi Gyermeksebészet munkacsoportja hívta életre 1990-ben, hogy ezen keresztül mozgósítsa a civil társadalom erőforrásait a gyermeksebészeti betegellátás javítása érdekében. Nagy segítség, minden adománynak örülünk, ennek az összegnek is nagyon-nagyon örülünk, amit a gyermektraumatológiai ellátás fejlesztésére fogunk fordítani. Rögzítőket fogunk belőle vásárolni, amit ideiglenesen föl tudunk helyezni a gyermekek sérült végtagjaira, illetve egyéb eszközöket fogunk még ebből vásárolni. Igyekszünk minimalizálni azon gyermekek számát, akiknek kórházban kell tölteni az ünnepi napokat, de egy-két gyermeknek sajnos itt kell maradni, olyan betegségük van, olyan ápolást igényelnek, olyan kezelést igényelnek, illetve hát az ünnepek alatt is történnek balesetek, és őket is el kell látnunk, ők még itt maradnak a kórházban. Az akció folytatódik. A PMFC csapata reméli, hogy hamarosan nézők előtt játszhatják mérkőzéseiket, és így még többen vásárolnak majd a csapat logójával ellátott maszkokat. Végig izgalmas, fordulatos mérkőzésen nyert a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata vasárnap a Körmend ellen. Bár a harmadik negyed végén 10 ponttal vezettek még a vendégek, a záró 10 percben Dragan Alexics együttesének sikerült megfordítani a meccset. 20 nap alatt a Körmend ellen játszotta 9. mérkőzését a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. A zárt kapuk mögött rendezett találkozó első 10 percét 25-22-re a házigazda fehérmezes pécsiek nyerték, de aztán a nagyszünetre körmendi vezetéssel vonultak a csapatok, hiszen a második negyedben a pécsi 15 ponttal szemben 23-at dobtak a pirosmezben játszó vendégek. Az öltözőből is jobban jött ki a Körmend, és tovább növelte el. Előnyét. A végjátékban azonban óriásit küzdött Dragan Alexics együttese. Jó volt a védőmunka, és elkezdtek ülni a kosarak is. Ugyan a vendégek még kétszer is támadhattak azért, hogy legalább hosszabbításra mentsék a meccset, ez végül nem sikerült nekik, és a találkozót 86-81-re a pécsiek nyerték. Gratulálok a játékosaimnak, ez tényleg kemény küzdelem volt. 20 nap alatt már 9 meccset kellett játszanunk, ami tele volt hullámvölgyekkel. Amikor frissen kezdtük a mérkőzést, akkor jól ment a játék, aztán ahogyan fáradtunk, szétesett a támadásunk, majd a védekezésünk is. A végén sikerült nyernünk, mert hittünk benne, harcoltunk az utolsó percig. De ez nem volt egyszerű, mert a Körmendnek is ez volt a célja. A végén nálunk volt több pozitív pillanat, ez döntött a javunkra. Remélem, hogy ki tudjuk pihenni magunkat a következő oroszlány elleni meccsig.
Nagyon örülök a győzelemnek, erről beszéltünk, hogy győzelemmel kellene visszajönni a karácsonyi szünetről. Harcoltunk és nyertünk, különösen a második félidőben játszottunk jól. Remélem, ez a pozitív energia megmarad a következő fordulókra is, és elindul egy győzelmi széria. A vendégek legeredményesebb játékosa Mócsán Bálint volt, aki 21 pontig jutott, ebből 5-ször 3 pontosból szerzett kosarat. Azt gondolom, hogy egy nagyon harcos mérkőzésen vagyunk túl. Mindkét csapat keményen küzdött. Sajnos a Pécs jutott ki győztesen, gratulálok nekik. Úgy érzem, hogy a végjátékban néhány sorsdöntő hibát elkövettünk. Üres dobások kimaradtak. Sajnos van ilyen, mikor máshol játszunk, de azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiből tudunk építkezni, és megyünk tovább. First of all, I would like to congratulate to the opponent team for the win. Gratulálok a Pécsnek a hazai győzelemhez, de úgy gondolom, hogy mi is megérdemeltük volna a győzelmet. Három negyeden keresztül jól játszottunk. A játékvezetéssel nem voltam megelégedve, hiszen sokat hibáztak. A végén megvoltak a mi üres dobásaink is, amik kimaradtak, csalódott vagyok. Még egyszer gratulálok a házigazdáknak, kívánom, hogy eredményesek legyenek a többi fordulóban is. Hamarosan újra találkozunk, hiszen január elején ismét egymás ellen játszunk, de akkor Körmenten. A PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata december 30-án az OS Alliance ellen lép pályára Oroszlányban. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!